Kovács Miklósné igazgató köszöntőjében elhangzott, 2023. január 9-én elindult a Szent Erzsébet katolikus óvoda, amely a Györffy István katolikus általános iskola tagóvodája, mint egy kis testvére az iskolának. Az épületben 4 óvodai csoport került kialakításra, melyekben minimum 80 gyermeket tudunk fogadni. Az óvodába járművel érkező szülők a 310 négyzetméteres zárt parkolót vehetik igénybe. Az épületbe való bejutás akadálymentesített, a folyosók, mosdók, padlófűtéssel teszik komfortossá a használatot. A fejlesztő szoba, az orvosi szoba a gyermekek színvonalas ellátását szolgálják. Csoportszobáink a kor követelményeinek és elvárásainak maximálisan megfelelnek. Otthonosak, tágasak, világosak, az utca zajától távol, minden lehetőség adott a gyermekek harmonikus, lelki, szellemi, testi fejlesztésére, az iskolába lépés előkészítésére. A kellemes hőmérsékletről energiatakarékos hűtési, fűtési rendszer gondoskodik. Az ablakok árnyékolásáért elektromos ledőnyök felelnek. Korszerűen berendezett tágas tálalókonyhában higiénikus körülmények között bonyolítjuk le az étkeztetést. Szívesen folytatnám még hosszan óvodánk bemutatását, de rendezvényünk egyik programeleme, az óvoda bejárás, sokkal hitelesebb képet ad majd önöknek, bizonyítva, hogy a felnövekvő nemzedék a legjobb helyen van. Nevelési programunkban első helyen áll a gyermekek lelki fejlődésének biztosítása. Az iskolások és óvodások műsora után főtiszteletű dr. Ternyák Csaba egri érsek megáldotta az óvodát, majd Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára szólt az ünneplőkhöz. Karcagon amúgy is nagyon sok minden szép dolog valósult meg elmúlt egy évtizedben, de azt megelőzően is. De hogyha csak az egyházi szempontot nézzük, megszépült a zsinagóga, ezt is ki kell emelni, nagyon fontos. És hát persze a két nagy felekezetnek, a reformátusnak és katolikusnak, akár a templomai, akár óvodáit nézzük, hiszen mind a kettőnek egy-egy új óvoda épült, iskola megújult, tehát hatalmas nagy változások történtek, és ez egyértelműen annak köszönhető, hogy mind az országgyűlésben jó képviselői vannak településnek, mind polgármester úr és általában a képviselőtestület nagyon együttműködő és sok-sok segítséget megad ehhez ezekhez a tervekhez, illetve utána a kivitelezésekhez. És persze a megyei vezetés is, hála Istennek, mindig mellé áll, hogy gyorsan és amennyire lehet könnyebben bonyolodjanak le azok a szükséges dolgok, amelyek egy-egy ilyen beruházást, hát azért mégiscsak, hogy meg kell, hogy előzzenek. De ki kell emelnem nyilván az egyházainknak a szerepét. A mostani beruházásnál nyilván a katolikus egyháznak a szerepét, a többinél pedig református testvérekét, hiszen önélkülük mindez hiába épülne meg, hiába valósulna meg, hogyha lelkileg is és a hittel teli élet nem lenne ott sem az óvodáinkban, sem pedig az iskoláinkban. És ez szerintem fantasztikus, és én ezt szeretném megköszönni a karcagiaknak, meg mindazoknak, akik mindezért sokat tettek. Hogyha kiveszem a támogatásokból, a felújításokból az önkormányzat és állami óvoda felújításokat, illetve újaknak az építését, akkor is egy hatalmas nagy szám van mögöttünk, illetve még most az átadások előtt állunk sok helyen. Ugyanis beindítottunk az elmúlt közel egy évtizedben katolikus óvoda programot, reformátust, egy kicsivel később indítottunk evangélikus óvoda programot, és ami legalább ilyen fontos, az a Kárpát-medencében élő magyarságnak a megmaradását szolgáló óvoda programot is. És ezt a négyet egybevetjük, tehát még egyszer hangsúlyozom, függetlenül attól, hogy mennyi minden újult meg állam, illetve önkormányzati kézben lévő óvodák esetében, ez meghaladja, ez a szám az 1300-at, ahol vagy felújítottunk óvodát, vagy bővítettünk, vagy mint például most jelen esetben
újat építettünk, hatalmas nagy szám ez. Ez kellett nyilván a mérnököknek a munkája, kellett a kivitelezőknek, mestereknek és munkás embereknek a kétkezi munkája és tudása, és persze kellett az a összefogás, ami nyilván az anyagi támogatásokban megjelent. És ez nyilván több dolgot szolgál a hitnek a megőrzését és továbbadását, szolgálja a családoknak a megerősítését és az ő életüknek a segítését, a gyermekvállalás segítését, és szolgálja persze, ami legalább ilyen fontos, a nemzetnek az erősítését, hisz hogyha egész Kárpát-medencében gondolkozunk, akkor ezek a beruházások, ezek a feladatok mind-mind a megmaradást és a megerősítést segítik. F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, hogy a mai műsorban kincseket láttunk. Hát én abban a szerencsés helyzetben vagyok, vagy már koromnál fogva szerencsétlenben, hogy én láttam, hogy milyen állapotban volt ez az épület. Még az én időmben úttörőház, utána ez az udvara, az aducsepel, és ami itt történt egy csoda. Én azt gondolom, hogy ha lehetőség van, minden karcaginak meg kell nézni azt, hogy hogy újult meg a régi épület, és az új épületszárny 21. századi modern, napfényes, egy csoda. Amelyik kisgyermek itt kezdi az óvodát, annak biztos, hogy napfényes és boldog lesz a gyermekkora. Azt gondolom, hogy ha valamit építünk, valamit teszünk, akkor ilyet kell, ilyen minőségben, ilyen színvonalon, ezzel az épülettel Karcag csak gazdagodott. Házasságnak az értelme, a házasságnak a gyümölcse a gyermek, és hát ez a legnagyobb kincs. Akinek gyermeke van, az tudja, hogy rengeteg aggódással jár, rengeteg odafigyeléssel, de rengeteg örömmel is. És hogyha egy szülő egy olyan helyre tudja vinni a gyermekét, ahol jó kezekben van, szép, modern helyre, akkor nagyobb örömmel viszi. Én azt gondolom, hogy a katolikus óvoda egy ilyen intézmény. És hogyha végignézzünk Karcagon, akkor az önkormányzati óvodák, az egyházi óvodák mind modernek, a kor követelményeinek megfelelőek. Tehát a Karcagon születő és itt felnevelkedő gyerekeknek minden körülmény megvan arra, hogy sikeres, egészséges és ügyes felnőttek legyenek. Dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő szerint is megható a mai nap, hiszen egy olyan óvoda felavatásán vagyunk, amely a jövő állomása, és ezek a csodálatos gyermekek a következő generációt jelenítik meg. Megható ez a mai nap számunkra, hiszen olyan óvodának a felavatásán vagyunk, amely a jövőnek az áloga, és ezek a csodálatos gyermekek a következő generációt jelenítik meg számunkra. Még pár hónapja annak, hogy itt egy alapkő letételen voltunk, és lám-lám telik az idő, az elképzelések azok megvalósulnak a Jóisten segítségével, és itt vagyunk, amikor kész van ez a tényleg nagyon modern és jó kisugázású épület, amely hajléka a hitnek, a magyarság jövőjébe vetett hitnek is, a katolikus jövőbe vetett hitnek is, és egy olyan szellemi közösség, egy olyan műhely, amely a város életében, az elkövetkező években is bízunk benne, hogy nagyon fontos szerepet fog majd betölteni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, itt van egy régi épület és egy új. És az épületek magukon hordozzák az adott kornak a szellemiségét, a történéseit, gyakran nem is látszik az épületeken, de mégis benne van azoknak a generációknak a keze munkája, a lenyomata, akiket kiszolgált, és akiknek az érdekében azokat létrehozták. Szepesi Tibor polgármester szerint egy önkormányzat számára a legnagyobb öröm, amikor gyarapodik, megújul, megszépül a település. Egy város életében vannak évszázadokra előremutató, meghatározó időpontok, évszámok. A több mint 120 évvel ezelőtti 1901-es dátum a katolikus családok végleges letelepedését, megerősödését jelentette. A következő nagy lépés, egy jó nagy ugrás, amelyről ma már hallhattunk, a város életében is egy nagy lépés volt, hiszen a Szent Pál általános iskola elindítása, majd annak fenntartó váltása után 2015-ben a Györfi István katolikus általános iskola, mint alapfokú oktatási intézmény átvétele és elindítása volt. Az azóta eltelt időszak sok apró jele mutatja, hogy az iskola egyre dominánsabban képviseli szellemiségében, a tanulók viselkedés kultúrájában azt a nevelési, oktatási tradíciót, amely a katolikus egyházat évszázadok óta jellemzi.
Ennek a nevelési-oktatási feladatnak a kibővítésére jelent meg a jogos igény, hogy katolikus óvoda kerüljön felépítésre Karcagon. Az elfogadott és kellően megalapozott döntés után, ahhoz, hogy meg tudjon valósulni ez az elképzelés, szükség volt az egyház és az állam, a magyar kormány anyagi támogatására is, de talán a legnagyobb szükség a hit erejére, az összefogásra volt. Ahogyan azt bölcsen megfogalmazták már előttem, aki építkezni kezd, annak a szívében, a lelkében, a gondolataiban ott van a reménység és a hit. A hit, hogy a munkája a jövőt szolgálja. Mert a jelenben fáradozunk a jövőért. Majd felidézte a karcagi katolikus közösség 250 évét, majd jó munkát kívánt az óvoda dolgozóinak, gyermekeinek.